Sziasztok! Ez a Coaching két lábon és hat lábon vlog Gabival, és Isten bizony Skillel és Elfivel is, Skill már is jelentkezik, csak azért ők időnként a képen kívül is szeretnek rákcsálni. Mi kutyások nagyon örülünk annak a szeretett kapcsolatnak, ami a kutyákhoz fűz minket. Nagyon sokszor ez az, amit legelsőként említünk, amikor arról mesélünk, hogy miért jó kutyásnak lenni. És mindemellett nagyon erős az a megélésünk, hogy ez csak úgy történik velünk. Hogy milyen szerencsés fickók meg lányok vagyunk ezen a földön, hogy nekünk adatott az, hogy szerethetünk egy kutyát, és mintha az égvilágon nekünk ehhez semmi közünk nem lenne. Pedig vannak dolgok, amiket egészen természetes és automatikus módon teszünk a mindennapokban a kutyánkhoz fűződő kapcsolatunkban, amin keresztül mi egyébként megéljük a szeretetünket a kutyánk felé, és amitől mi is jobban érezzük magunkat. És az a helyzet, hogyha ugyanezeket a dolgokat tudatosan csináljuk az emberekhez fűződő kapcsolatunkban is, akkor abban is minőségi javulást lehet elérni. Szóval ebben az epizódban azt fogjuk megnézni, hogy mi mindent teszünk a kutyánkkal kapcsolatban, amin keresztül megéljük a szeretetünket az irányukba. Időnként azt hallom kutyásoktól, hogy jobban szeretik a kutyájukat, sőt, akár a kutyákat általában, vagyis könnyebb kapcsolódni hozzájuk, mint az emberek többségéhez. És ezt valahogy úgy fordítják le maguknak, hogy a kutyákkal kapcsolatban valahogy ilyen szerencsés a csillagok állása, az emberek meg olyan izék, és ezért velük meg nehéz. És ebből az is következik, hogy mintha nekik ehhez semmi hozzájárulásuk nem lenne, semmi közük nem lenne ahhoz, hogy milyen a viszonyuk a kutyákhoz, meg milyen a viszonyuk az emberekhez. Pedig azért vannak dolgok, amiket igenis, hogy teszünk annak érdekében, hogy egy kapcsolatunk jobban alakuljon, illetve kevésbé jól alakuljon, illetve az is van, hogyha bizonyos dolgokat nem teszünk, akkor mi nem fogjuk annyira jól érezni magunkat ezekben a kapcsolatokban. Úgyhogy hoztam három olyan dolgot, amit a kutyákkal kapcsolatban egészen természetes módon és minden nap csinálunk, és lehet, hogy nem is vagyunk tudatában annak, hogy ez mennyire fontos, és hogyha ugyanezt átültetjük az emberekhez fűződő kapcsolatainkba, akkor ott is jelentős javulás érhető el abban, hogy mi hogy érezzük magunkat. Mi van, ordas gyerek? Cukker vagy? Cukker vagy. Fogjad. Ez az. Lehess vigyed. Mennyi rágjad. Ebből a kis bolond epizódból is tetten érhető a legeslegfontosabb dolog, amit a kutyánkkal kapcsolatban rendszeresen csinálunk, és amin keresztül megéljük a saját szeretetünket. És ez az, hogy nem csak itt a szívünkben érezzük, hanem el is mondjuk neki. Hogy köszönünk neki reggel, amikor meglátjuk, hogy örülünk neki, hogy ott van, köszönünk neki akkor, amikor elmegyünk dolgozni, és akkor is, amikor hazaérünk. Aztán, hogyha teszünk-veszünk a lakásban, és meglátjuk a buta vigyorgó arcát, akkor legalább egy mosolyt odaengedünk, vagy mondjuk neki, hogy jaj, de helyes vagy, vagy de szeretlek azért, csak azért, mert itt vagy. És ezt a kutyánkkal kapcsolatban tök természetes módon csináljuk, és az emberek esetében meg hajlamosak vagyunk erről elfelejtkezni. Tudod, van a régi vicc, amikor a néni megkérdezi a bácsit, hogy apjuk, szeretsz te még engem? És erre az a válasz érkezik, hogy 38 évvel ezelőtt egyszer mondtam, hogy igen, és majd szólok, ha változik. És azért valljuk be, hogy ezt elég hajlamosak vagyunk csinálni az emberek esetében, hogy nem nagyon halmozzuk el őket a szeretetünknek a kifejezésével, pedig egy mosolyba igazán nem kell belehalni, vagy egy ölelés nem fog sokba kerülni, vagy csak azt elmondani, hogy örülök, hogy vagy nekem. És ezen keresztül, azon túl, hogy a másiknak ez jól esik, mi is erősebben megéljük a saját szeretetünket. Azon keresztül, hogy kifejeztük. Aztán a második dolog, az arról szól, hogy feltételezzük a jó szándékot a másikról. Lehet, hogy föltűnt neked az elmúlt egy-két percben, hogy kicsit össze-vissza beszéltem, mert úgy azért nekem nem nagyon könnyű, hogy meg kell osztanom a figyelmemet a kutya meg a labdázás között, meg a kamera között, de ettől függetlenül nem úgy állok a dologhoz, hogy Skill ezt az egészet azért csinálja, hogy az én életemet megnehezítse. Vagy hogy tönkre tegyene, hogy Isten ezt az egész felvételt. Hanem úgy fogom meg a dolgot, hogy ő egy bolond, szeretetre méltó jószág, aki igyekszik kapcsolódni, meg egyébként szeret labdázni, tehát ő puszta olyan dolgokat oszt meg velem, amit ő szívesen csinál. Még akkor is, hogyha nekem ez az adott helyzetben megnehezíti a dolgomat. Megnehezíti azt, amire én oda szeretnék figyelni. És nagyon gyakran nem tesszük meg ugyanezt az emberek esetében. Ha csinálnak valamit, ami nekünk éppen nem kedvező, vagy éppen rosszul esik,
akkor nem az az első gondolatunk, hogy ő biztos valami jót akar, csak erre nem a megfelelő eszközt választotta, hanem kapásból úgy állunk hozzá, hogy ezt ő nettó kitalásból meg rossz szándékból csinálta. És valljuk be, hogy nem nagyon könnyű szeretni valakit, akiről egyébként azt feltételezzük, hogy egy rossz szándékú gonosz valaki. Szóval, hogyha a kutyádnál működik az a saját szempontodból, hogy a jó szándékot feltételezed nála, akkor érdemes ezt az embereknél is kipróbálni. Aztán a harmadik dolog, az per pillanat abból érhető tetten, hogy akkora szélben forgatunk, hogy lehet, hogy én egyszer csak így kirepülök a képből, mert kijöttünk a kutyákkal akkor is, amikor éppen nem 100%-ig jó az idő, mert ők szeretnek menni, és ezért igyekszünk olyan dolgokat csinálni, ami nekik jó, és ebbe valahogy beilleszteni azt, ami egyébként nekünk is fontos. Tehát, hogy igyekszünk az ő érdekeiket, az ő igényeiket előtérbe helyezni, és azáltal, hogy mi látjuk, hogy ők jól érzik magukat, mi is megéljük a szeretetünket feléjük. És ugye az a kérdés, hogy megtesszük-e ugyanazt az emberek felé? Mert hogy az emberek esetében is ugyanaz van, hogy ha apró szívességeket teszünk, vagy odafigyelünk a másiknak az igényeire, és erre eszközeinkhez mérten igyekszünk reagálni, akkor látni fogjuk a másik embert örülni, ami persze már önmagában jó, de mi is jobban fogjuk érezni magunkat azon az örömön keresztül, amit a másiknak okoztunk. Szóval ez az a három dolog, amit a kutyákkal kapcsolatban teljes természetességgel csinálunk. Először is rendszeresen kifejezzük a szeretetünket, és ezt nem érezzük cikinek. Jó szándékot feltételezünk még akkor is, hogyha per pillanat az agyunkra megy az egész, vagy megnehezítik a dolgunkat. És igyekszünk az igényeikre válaszolni, az ő igényeiket előtérbe helyezni, és az ő örömükön keresztül örülünk mi is, és éljük meg a saját szeretetünket. És hogyha ez a kutyákon keresztül ilyen jól működik, és ennyire nagyra értékeljük a kutyánkhoz fűződő kapcsolatunkat, akkor lehet, hogy érdemes ugyanezekkel a dolgokkal kísérletezni az emberekhez fűződő kapcsolatainknál is. Szóval jó kísérletezést, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, és találkozzunk legközelebb!